Összesen 136-an járnak az óvodában, 6 csoportban folyik nevelőmunka, ebből 2 német nemzetiségi nevelés zajlik a 2 csoportban. Csoportonként olyan 24-25 gyerek a jellemző. Kis csoportunk 1 van most, ami homogén kis csoport, az azt jelenti, hogy azonos életkorú gyerekek vannak benne, és a többi az mind vegyes, az élet az így hozza. Illetve még a Katica csoport, meg egy homogén nagy csoport, ők mennek el most iskolába, és akkor helyettük várunk majd új gyerekeket. Hányan mennek el? Tehát egy komplet csoport elmegy, ők hány fő? 40 körül, úgyhogy ebben az évben elég nagy lesz így a ballagás, úgyhogy 40-en elmennek, és akkor 44 gyerek a körzetes gyerekünk, úgyhogy reméljük, hogy mindenkit fel tudunk venni. Mi itt a lakótelepet fogadjuk be, illetve az óvárosi részt, úgyhogy itt bőven van gyerek, úgyhogy soha nem panaszkodunk, sokan vagyunk. Mit emelne ki az óvoda specialitásai közül? Amit én kiemelnék nálunk, a mozgás az, ami a fő vezető, a nevelési programunk alapja, a mozgás és a játék. Azt gondoljuk, hogy ebben a két tevékenységben fejlődik legjobban a gyerek, illetve 2014 óta projektmódszerben dolgozunk, ami így a szülőket is bevonva egy nagyon motiváltságot ad a gyerekeknek, és remek mindenféle érzékszervet fejleszt. A német nemzetiségi nevelés kapcsán konkurálnak a Cipper-Cappellel, ami elég közel van? Persze, itt van német nemzetiségi tím is, úgyhogy így a város mindig összedolgozik minden más területen is, nem csak a nemzetiségi nevelésben, úgyhogy mindenféle tímek működnek. Vannak közös programjaink, vannak városi német heteink, úgyhogy persze mindenképpen jó a kapcsolat velük. De ide nem fogunk tudni felvenni német csoportban, mert már az egyik kis csoport az tele van, illetve a másik is, ami egy középső csoport, ők is tele vannak. Úgyhogy most ide nem lesz lehetőség német nemzetiségi nyelvet igényelni. Történt-e valamilyen jelentősebb fejlesztés, felújítás? 2 éve voltak nálunk, akkor történt egy jelentősebb felújítás, azóta már ez tényleg az óvónőknek a munkáját dicséri, ez a szép környezet. Most várnánk arra, hogy még az udvart felújítsák, mert elég saras, nem jó a talajzat, úgyhogy reméljük, hogy erre is sor kerül majd. Lesz egy nyílt napidő? Mi nem tartunk nyílt napot, mert ez egy nagy óvoda, és azt gondoljuk, hogy az a 44 gyerek eljön a 44 szülővel jó esetben, és a nagymamát nem hozzá, nem férünk egyszerűen be. Én mindig azt mondom, hogy bármikor be lehet jönni, hogyha ide telefonálnak, akkor velem is tudnak beszélni, de bármelyik kollégám szívesen fogadja, úgyhogy körbe lehet menni bármikor. Mikor lesz a beiratkozás, és mit hozzanak a szülők? Április 23-án és 24-én lesz a beiratkozás, akkor várjuk a szülőket, illetve a gyerekeket is, nagyon örülünk, hogyha elhozzák, hogy ismerkedjenek a környezettel. Minden szükséges iratot el kell hozni, amit például a Budaörs város honlapján találnak az óvodai felhívásban, illetve a www.csillagfür.hu honlapunkon is rajta van már, hogy mit kell magukkal hozni. A 3 éve jöttem Budaörsre, Cseperről érkeztem. 16 éven van mögöttem. Itt a budaörsi munkájában mi az, ami a legszívet melengetőbb? Hát a közösség, ami itt Budaörsön tapasztalható egyébként, az emberek mentalitása, a vezetőség mentalitása, akár önkormányzati szinten is, tehát hogy nagyon liberális, mégis teljes mértékben szakmailag elmélyültek az itt dolgozók és az itt élők is. Mit lehet tudni a Nyuszi csoportról, hogy akkor konkrétan azokra a gyerekekre térjünk rá, akikkel minden nap találkozunk? A Nyuszi csoportunkban szeretettel várunk kis csoportosokat is szeptembertől, és itt egy ilyen családias légkör az, ami vár, nagyon szorosan együttműködve a szülőkkel együtt neveljük a gyerekeket. Nagyon fontos, hogy közösen neveljük, és a közösen vegyünk részt a gyerekek életében. Nagyon nagy szerepe van a művészeti pedagógiának, amit itt a csoportban megvalósítunk, a mozgás igényének. Tehát a gyerekeknek egyénileg, egyéni bánásmód szerint próbáljuk őket az életre, nem csak az iskolára, de az életre is felkészíteni őket.